Hát közel egy éve annak, hogy egy beszélgetésünk során említetted, hogy Szabi, te tudod-e, hogy Mezőberényben hol volt az úgynevezett kolera domb, bár te akkor másnak hívtad. Hát most megmutatjuk a kedves nézőknek. Igaz, hogy egy év eltelt, de a válaszom az volt, hogy nem, és nagyon érdekes dolgot mondtál el. Hát gondoltam, hogy osszuk meg ugyanezt ezt a hát történetet, bár Mezőberény számára azért ez nem egy vidám történet, minden esetre azt a helyet és azt a történetet, ami ehhez a helyhez kapcsolódik. Hát mi kell tudnunk, hol vagyunk, és miért is, hát érdekes mai szemmel nézve ez a helyszín. Hát igen, egy a Laposi kerthez közeli területen vagyunk, a Körgát közelében. A Körgátot az 1880-as években kezdték építeni, mert abban az időben több árvíz volt a Körösökön. Berényben kevesebb, Békésen nagyobb károkat okozott. Ennek ellenére akkor úgy döntött a községi vezetés, hogy megépítik a község körül a Körgátat. Megtalálták ezt a körülöttünk lévő viszonylag magas dombhátos területet, ahol végigépítették. Ebbe a Körgátba több halom is bekerült az építés során. Az egyik ilyen nagy halom, ami a hátunk mögött látható, úgynevezett bodzás halom. De ugyanúgy a Körgát része a Tücsökhalom, illetve a Békési út irányába is találunk kisebb halmokat. Tehát mindenféleképpen kihasználták a terepadta lehetőségeket. Ez a hátunk mögött lévő bodzáshalom több szempontból is nevezetes és érdekes. Abban az időben, amikor a Körgátat építették, mivel gyakori volt, hogy az ilyen halmoknál ásatásokat végeztek, akkori békéscsabai evangélikus lelkész Hán Lajos végzett itt ásatásokat. Az ásatások során egyébként a források szerint többféle leletanyagra is bukkantak. Az egyik, mondhatjuk úgy csúnya szóval kifejezve, hogy sima csontmaradványok, csontvázak, illetve a későbbiekben megtalált egyéb cseréptöredékek, téglamaradványok alapján arra következtettek az 1800-as évek végén, hogy a középkori Berénynek a temploma volt itt található ezen a halmon. Török halomnak is hívták, de a térképeken bodzás halomként szerepel. Tehát ez hivatalos név már az 1700-as évek végétől. Viszont 1830 körül megérkezett Európába is, így Magyarországba és Indiából a kolera fertőzés, ami óriási pusztítást okozott Európa szerte, és így Magyarországon is. És tulajdonképpen a dombnak a környéke lett aztán a kolerásoknak a, mondhatjuk úgy, hogy tömegsírja. Ez azt jelenti, hogy az akkor itt Mezőberényben kolerában elhunytakat ide egy tömegsírba fektették, és azok a csontok mondjuk, hát egy része legalábbis biztos, még mindig itt van. Hát a források szerint Hán Lajos az ásatások során olyan csontvázakat talált, amelyek mésszel voltak hintve. Tehát ez az akkori tömegsíros temetkezésnél a járványok esetében ez előírás volt. 1829-ben, ahogy említettem, érkezett ugye a Európába, illetve aztán Magyarországra ez a járvány. Nem kerülhette el Békés megyét is, pedig nagyon komoly intézkedéseket hoztak egyébként. Országos előírások, illetve aztán megyei alispáni előírások voltak a megfelelő védekezésre. Az egyik, amit igazából be tudtak vezetni, kordont vontak a különböző települések köré, hogy az ide érkező idegeneket ne engedjék be. Érdekes módon egyébként a kordonban résztvevő, vagy azt alkotó katonák közül voltak az elsők, akik a fertőzésben meghaltak, tehát azt hiszem, hogy kondorosom. Tehát nem lehetett elkerülni, hogy a megyében ne terjedjen el ez a járvány. Először Békés Csabán, 1831. júliusában ott ütötte fel a fejét. Nagyon komoly volt a Békés Csabai kolera fertőzés. Egyébként több temetőt jelöltek ki Békés Csabán is, amiből azt hiszem, hogy egy koleradom megvan a korabeli emlékművel is. Mezőberényben is megvoltak egyébként ezek az előírások. Tehát ugyanúgy az akkori település köré úgynevezett strázsákat állítottak, akik megpróbálták megakadályozni azt, hogy ide érkezzenek, illetve az esetleges betegek elhagyják Berényt, de nem tudták, ahogy említettem, elkerülni. Augusztusban kezdődött Mezőberényben a kolera. Az első beteg, aki kolera gyanúval lett anyakönyvezve a szlovák evangélikus egyház halotti anyakönyvében, ez 1831. augusztus 12-i dátumú. De igazából
20-a környékén kezdett tömeges méreteket ölteni a fertőzés. Ez is érdekes módon, hogy a szlovákok lakta részen. Tehát a legtöbb halotti anyakönyvi bejegyzés is ott található. Aztán nyilván a későbbiekben a németeknél és a református magyaroknál is, augusztus 20-a utáni időszakban. Most abban az időben a községi vezetésnek volt egy nagyon jó felkészült, komoly segítője, Bonyhai Benyámin, jegyző, aki elhatározta, eldöntötte, hogy az egész betegség folyamatát leírja egy úgynevezett kolerai jegyzőkönyvben. Minden utasítást, minden előírást ebben lejegyzetelt, ez egy nagyon komoly forrásértékű egyébként, és részben a kolerai jegyzőkönyvben, részben pedig a lakosság számára kiadott utasításokban szerepel az, hogy 1831. augusztus 21-e után, mivel a járvány tömeges méreteket öltött, már nem kiki a saját felekezeti temetőjébe lett eltemetve, hanem kijelöltek az akkori községtől távol eső helyen, a publikációkban megnevezett Bodzáshalom környékére ezt az úgynevezett kolera temetőt. Megfelelő előírásokkal, tehát ki voltak választva azok az emberek, akik járván az utcákat összegyűjtötték, hogy mely házban halt meg valaki kolerában, ki voltak jelölve azok a kocsisok a kocsikkal, akik összeszedték az elhunytakat, és ezek a kocsisok a kocsikkal együtt, ugye akkor a községházán volt a székhelyük, de nem tehették oda be a lábukat, hanem külön helyen kellett nekik tartózkodni, és mondhatjuk, hogy több száz elhunytat, most pontosan azt nem tudom, hogy hány részét és konkrétan hány embert, ebbe a felekezetre való tekintet, nemre való tekintet nélkül ebbe a tömegsírba kellett, hogy elhelyezzék. Elő volt írva, hogy 7-8 lábnyi mélységre kellett leásni a sírt, lemezítelenítve, és ahogy véletlenül a ásatások során is kiderült, oltatlan mésszel kellett behinteni őket. Se koporsó nem volt, se pap nem volt, se ének nem volt, tehát tényleg mondhatjuk úgy, hogy egy tömegsíros temetés volt. A elhunytaknak a ruháit is, meg az ágyneműjét is el kellett égetni, és a elégetett ilyen ruháknak és ágyneműknek a hamvait is mélyre el kellett ásni. Tehát próbálták nagyon komolyan és szigorúan venni ezeket a rendelkezéseket. Ennek ellenére azért sajnos Berényben is igen jelentős számú volt az elhunytaknak a száma. Ez körülbelül mennyi? Egyébként nem tudom, hogy erre vonatkozóan van fejezve. Hát volt egyrészt egy vármegyei összeírás, másrészt pedig Bonyhai a kolerai jegyzőkönyvben is feltüntette a számukat. 246-an hunytak el az 1831-es kolera járványban. A nagyobb részük a Szlovák Evangélikus Egyháznál van anyakönyvezve, a 100 fő fölötti, azt hiszem, a többiek a másik két egyháznál, illetve jól emlékszem, öten az akkor még itt élő görög-keleti románok közül is áldozatul estek a járványnak. És ezt az adatot aztán vármegyei szinten is rögzítették, azt hiszem, hogy tehát az egy jó pár település, súlyos szóval kifejezve magunkat, megelőzött minket, tehát Békés Csaba, Tóth Komlós, más helyeken sokkal többen haltak meg. Tehát a úgynevezett tiltakozás időszak, mert ez sok mindenkinek a lakosságból nem tetszett, ennek ellenére, hogy szigorú rendelkezések voltak, talán ezzel sikerült gátot venni a nagyobb mértékű fertőzéseknek. Hát igen, mert ugye 1831-ben, amikor kitört ez a járvány, akkor tulajdonképpen, ha én legalábbis a történelmi ismereteimből jól tudom, akkor volt egyfajta olyan felhangja a szegényebb néprétegek részéről, hogy ezt a gazdagok direkte rábocsátották úgymond a népre? Igen, ez is szerepel a jegyzőkönyvben, azt hiszem, de ezeket nyilván próbálták kezelni, és ennek ellentmond az, hogy utána azért a nagyobb jövedelemmel rendelkezők jelentős összeget ajánlottak fel a kolera járvány idején és utána, tehát ezt azért nem lehet elmondani, hogy azok, akiknek ez céljuk lett volna, hiszen szerintem a betegség nem válogatott, tehát most ez... Nem beszélve arról, hogy a munkaerő is ilyetén módon akkor eltűnt volna a környékről.
Hát igen, lehetett volna lényegesen nagyobb a létszám, hogy említettem, tehát Békéscsabán sokkal többen haltak meg. Aztán a következő kolera járvány 1873-ban, ami jelentős mértékű volt Berényben, 510-valahány áldozatot szedett, tehát ott sokkal nagyobb volt az elhunytaknak a száma. Egyébként ez a kolera, ez milyen betegség? Lehet, hogy hamarabb kellett volna kérdezni. Hát Indiából származó, onnan terjedt el, és a leírások szerint mintha megfázásos tünetek lennének, aztán pedig tulajdonképpen egy kiszáradásos, tehát hasmenéssel, hányással, ilyen tünetekkel együtt járó betegség volt, és akit úgymond nagyon erőteljesen elkapott, akár 24 órán belül is az áldozata lehet. Egyébként azt is föltüntették, hogy hányan voltak azok, akik túlélték, úgymond meggyógyultak, tehát nem haltak bele a betegségbe, 50-valahány, azt hiszem Berényben voltak olyanok is, akik nek szerencséjük volt és túlélték. Ugye említetted már Bonyhai Benyámin nevét, akinek nagy szerepe volt a járványnak a megfékezésében. Nem tudom, hogy én jól tudom, de minthogyha itt azért a lelkészek is nagyon belejátszottak volna, különösen talán a német pap, abba, hogy igenis szigorúan be kell tartani a szabályokat. Hát mivel hogy a lelkészeknek abban az időben igen jelentős szerepük volt a községek lakosságára, hiszen nem csak Mezőberényben, hanem máshol is. Tehát amennyiben kézben tudták tartani a hozzájuk tartozó híveket, akkor ez eredményes volt. Példaként lehet említeni a közel 100 évvel megelőző pestis járványt, ami szintén Berényben eredményes védekezést hozott, ennek köszönhetően is. Ezzel szemben Békésen ott sokkal többen haltak meg, mert senki nem volt a népre úgymond hatással, tehát sem a lelkészek, sem a hivatalos vezetés, sőt még katonaságot is kellett kivezényelni akkor Békésre a pestis járvány idején, hogy az indulatokat megfékezzék. Tehát ilyen szempontból talán elmondhatjuk azt, hogy Berényben nagyobb volt az összetartás, meg a fegyelem is ezen a téren. És a véleményed szerint egyébként, ugye elnézve ezt a dombot, mennyire vagyunk ezzel tisztában? Ugye én ennek a történetét nem tudtam, de úgy másokkal beszélgettem már erről, hogy ugye elfelejtődött ez, nem? Hát még régebben pályám kezdetén kollégám volt Kiszei Pali bácsi, akinek volt egy leírása a Mezőberény nevezetességeiről, egy kéziratos kis dolgozat. Lehet, hogy annak idején a 70-es években ezt ő be is adta valahova, ezt most pontosan nem tudom. Abban szerepel így egy ilyen helytörténeti túra során, hogy kolera domb. Én igazából a levéltári bogarászásaim közben találkoztam ezzel, megtaláltam a kolera jegyzőkönyvet és az ezzel kapcsolatos dolgokat elolvasgattam. Vannak térképeim, amin ugye a bodzás halom fel van már tüntetve az 1780-as évek végén készült térképen is, tehát így sikerült beazonosítani. Illetve néhány más forrásban, amit már említettem, hogy úgy vélik, hogy ez a domb egyben a középkori Berény egyik templomának adott teret, hiszen valamikor Berény állítólag két részből is állt, tehát két falu volt, ezt pontosan beazonosítani nem tudták, de az 1800-as évek végi, 1900-as évek elejé ásatásoknál egyrészt tégla törmeléket találtak, ami középkori eredetre utalt, a sírokból is, meg bizonyos más leletekből is arra következtettek. Aztán bolygatták még ezt a dombot egyébként a 30-as években, amikor a távvezetéket építették. Ugye Berényben viszonylag későn kezdődött az áramszolgáltatás, először helyben, aztán bekapcsolták a Békéscsaba környéki hálózatba, lehet, hogy akkor építették, nyilván nem azt, amit most látunk, vezetékeket. És a 70-es években is egyébként, amikor a belvíz kapcsán voltak itt földmunkák, akkor is találtak arra utaló leleteket, hogy véletlenül középkori templom. Úgy valószínűsítik a leírások, hogy teljes egészében, de legalábbis részben téglából épülhetett temploma itt volt Berénynek. Hát igen, így viszont valahol érthető, hogy hát jó, mondjuk akkor még nem ilyenek voltak Mezőberény határai, tehát tényleg távolabb esetett a településtől, viszont szerinted még itt vannak, vagy lehetnek csontok? Most ezt én nem vagyok régész, tehát sokszor beszélünk erről, hogy az ember szeret olvasgatni ezzel kapcsolatban. Nem tudom, milyen szinten bolygatták meg, az biztos, hogy megbolygatták.
nem tudom milyenek az eljárások, de szerintem bizonyos leletanyagot leszámítva, ami nyilván nem emberi maradványokra utaló, amelyeket elvittek múzeumokba, azon kívül elképzelhető, hogy bizonyos mélységekben megtalálhatóak. Nem tudom, hogy ennek a templomnak a kutatása és a feltárása milyen régészeti méreteket öltött. Ez nyilván engedély és pénz kérdése, hogy tudjanak-e további kutatásokat végezni. Viszont hát azért eléggé megdöbbentő, sokak számára ijesztő is lehet, hogy hát itt most már itt laknak egy tömegsír közelébe tulajdonképpen. Hát nem. Igen, hát a település ugye terjeszkedett minden irányba. A Körgát most már azért 101 néhány éve meghatározza azért a település határait, de a Kereki utca meg néhány más utca elég közel került, az biztos a Körgáthoz. Vannak még Berényben ilyen érdekességek. Az is vitatott egyébként, hogy a Kerekiben lévő dökhalom mit akar. Két forráson arra is. Az egyik forrás szerint a pestis járványban elhunytakat temették oda, hogy minél távolabb az akkori falutól. Más források szerint viszont a Kereki legelőn elhullott állatoknak a maradványait helyezték ott el. Ez is eldöntendő kérdés. Mindenesetre most egy picit okosabbak lettünk Mezőberény történetét illetően, és hát gondolom vannak még, ahogy te is említett, furcsaságok itt Mezőberényben, érdekességek, amiket hát szeretnék a most következő ugye hónapokban egy picit veled segítkezve picit fellebbenteni ezekről a fájtlat. Köszönöm szépen mindenesetre, hogy ezt itt megosztottad velünk. Én is köszönöm szépen.